Hello, hello! Mutatom az új motort. Ez most már a sokadik ilyen jó pofa gép itt a garázsba. Ez egy Yamaha FJ1002-es, 88-as évjárat, valamikor 96 körül építették át. EML alkatrészekkel, mint az előbbieket, amiket mutattam. Hollandiából hozattam be, és azóta egy rendbe lett rakva teljesen, most kapott friss műszakit, úgyhogy ezért is mutatom most meg. A forgalmiába valami őrület került bele, nem Yamaha, hanem EML, és nem FJ, hanem HW17 a típusa, úgyhogy most Magyarországon már így fog ez üzemelni. Másfél személyes EML Speed 2000-es oldalkocsia van, nagyon patent belülről. Lehet nyitni ezt a szerkezetet, hogy könnyebb legyen beszállni, és még az ülésnek a dőlés szögét is lehet ezzel a kis gombbal tekergetni, állítani. Van benne egy dupla szivargyújtó csatlakozó, gázrugósa, kiemelés, pici tükör, és akkor így néz ki. A csomagtartónak ilyen kis szemek vannak, ilyen plusz táskának. Nagyon kultúrált a belseje, hatalmas a tér, itt elveszik benne a sisak, meg a táska, meg a ponyva. Ki van kárpitozva ez is, és amitől ez extra, hogy gyárilag vonóboroggal szerelt. Itt az egész váz egybe van, úgyhogy ezt le se lehet szerelni, csak a vonó szemet. Így. Egybe van az egész. Így a motor, givi, doboztartó, konzolok vannak rajta. 74.000 km van benne, tökéletesen megy, borzasztóan erős, 130 lóerő. Az összes gumia ki lett cserélve, úgyhogy ezek patent újak. Egyforma méret az összes, 165x65x R14. Fékezett az oldalkocsia, EML Early Villa van benne elől. EML rugókkal, kormánylengés csillapító, ami szintén EML, 5 sebességes, valahogy úgy néz ki, hogyha az ember így beteszi, nem tudom, 70-nél az ötödiket, vagy 60-nál, vagy 90-nél, vagy 110-nél, akkor utána egészen 160-ig borzasztóan megy. Hát így néz ki, szuper jó, tényleg. A 90-nél ugyanolyan egyenesen megy, mint 160-nál, nagyon patent járgány.